Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Liszkai Lórán vagyok. Tekintsék meg röviden, mivel készültünk a mai műsorban. Polgármesteri fogadás. Átadták a Péter Majakab díjat. Év sportolója díj. Elismerték a legjobbakat Bonyhádon. Karácsonyvárra ünnepséget tartottak. Szívvel, lélekkel készültek a gondozók és gondozottjaik. Jótékonysági hangverseny. A gondozási központnak adakoznak. Évzáró ünnepséget tartottak a Perccel kúriában, melynek keretében a város polgármestere a legnagyobb adófizetőkkel találkozott. A prezentációban összefoglalta az évben elért teljesítményt és felvázolta a jövő évi terveit. Kiosztásra került a Péter Majakab díj. Az évben elért kiemelkedő munkájának, valamint a munkavállalók iránti magas színvonalú foglalkoztatásának elismeréseként a Milfut Kft. Tulajdonosa, dr. Beréti Zsolt vehette át. Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere köszöntő beszédében kifejezte gratulációját. Az önkormányzat rendelete szerint, a kitüntetésekről szóló rendelet szerint a Péter Majakab díj átadására minden év decemberében az évzáró vállalkozói polgármesteri fogadáson kerül sor. Ez a nap jött el a mai napon, hiszen átadásra kerül a 2023-as Péter Majakab díj. Ebből az alkalomból hívtam meg a top 50 vállalkozóját Bonyhádnak, akik a legnagyobb iparőrzési adót fizetik be. Itt természetesen mindenkit értünk, tehát nem csak a bonyhádi cégeket, hanem mindenkit, aki elfogadta a meghívásomat. Nagy örömömre az elmúlt években olyan népszerűvé vált ez az esemény, hogy gyakorlatilag teltházunk lesz ma este, és bízom benne, hogy mindenki el tud jönni, és senki nem betegedett meg az utolsó pillanatban. Nagyon készülünk erre az eseményre, hiszen ritka az az alkalom, amikor együtt tudunk közösen a vállalkozókkal egy szép estét tölteni ilyenkor az adventi időszakban. Van még egy másik hagyományunk, amit szintén idén is megtartunk. Nem csak a díjátadásra kerül sor, hanem ilyenkor összefoglalom az adott év legfontosabb eseményeit a számok tükrében, hogy mi volt a legfontosabb az önkormányzat életében, egyfajta tájékoztatást, egy összefoglaló kerül információként átadásra a jelenlévőkre. Természetesen mindig gondolunk az intézményvezetőkre, a hivatal vezetőire, jegyzőre, ajedzőre, a képviselőtestület valamennyi tagjára, úgyhogy együtt töltjük ezt a mai estét. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a polgármesteri fogadás hagyománya 2002 óta van jelen Bonyhád közéletében. Első alkalommal a Horváth Olivér teremben tartottuk ezt meg, és kis szendvicsek voltak. Azóta ez a rendezvény már kinőtte magát, és jó látni azt, hogy nem csak a város vezetése, nem csak az intézményvezetők, hanem a vállalkozók is nagyon várják ezt a fogadást, mert alkalom nyílik arra, hogy az elmúlt egy évről egy hiteles tájékoztatást kapjanak a polgármesterasszonytól, másrészt pedig alkalom nyílik arra, hogy egymással is tudjanak beszélgetni, mert sokszor a rohanó világban nem nagyon nyílik erre alkalom. Úgyhogy én is örülök annak, hogy itt lehetek. Én is sokszor sok mindent, új információt tudok meg annak ellenére a városról, hogy nap mint nap itthon vagyok, hiszen itt élek, de jó így összefoglalva látni mindezt, ami történt az elmúlt egy esztendőben. Gratulálok polgármesterasszonynak, az önkormányzatnak, minden vállalkozónak, azoknak az embereknek, nem csak vállalkozóknak, akiknek köszönhetően a városunk tovább fejlődött. Természetesen a díjazottnak pedig külön gratulálok. A Dél-Dunántúl meghatározó nagykereskedelmének vezetője fontosnak tartja a folyamatos fejlesztések mellett, hogy munkalehetőséget biztosítson a helyi és környékbelül lakosoknak. Megtisztelő számára az elismerés. Nagyon megtisztelő. Nyilván mindig azon gondolkodik az ember, hogy tud egy picit előrébb jutni. És nyilván az ember kapom mondjuk egy-két díjat életében, akkor is a legfontosabb mindig az, amit helyben ismerik el, a helyi teljesítményt, ugye szoktam mondani, vagy ismerik a mondást, hogy senki nem proféta a saját hazájában. Ettől nem leszünk azok természetesen, de amikor a helyi vezetők, helyi önkormányzat, helyi szereplők is látják azt, hogy valamit csinálunk, és azt el is ismerik, az nyilván rendkívül jó érzés, és egy jó visszaigazolás arra, hogy esetleg jó irányba megyünk. Az Együtt Egymásért Alapítvány alázatos munkájának tisztelete jeléül ajánlotta fel a díj mellé járó jutalmat. Az az áldozatos munka és az a teljesítmény, amit ők produkálnak napról napra, az óriási elismerést érdemel. Ez a támogatás nyilván nem túl sok, de talán segít abban, hogy egy kicsit könnyebben elérjék a céljaikat. Kiosztották az év sportolója díjakat Bonyhádon. Több sportágban is versenyeztek, mint például atlétika, karate, strandröplabda, úszás.
A címeket és okleveleket a város polgármestere Filóné Ferenc Ibolya adta át. Sportolókkal és edzőikkel telt meg a Bonyhádi Városháza díszterme. Azokat a diákokat és felkészítőiket díjazták, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a 2023-as esztendőben. Több éves múltra tekint vissza ez a hagyomány, miszerint a Völcsék fővárosában működő egyesületeknek és kiváló sikereket elért diákoknak adják át a kitüntetéseket. Jó érzést látni és büszkeséggel tölt, tehát szerintem minden bonyhádit, amikor látja a közösségi oldalakon, vagy akár a város honlapján és a város oldalain azokat a híreket, amikor egy-egy sportoló vagy egy-egy csapat bonyhád felirattal, pólóval, zászlóval, vagy konkrétan bonyhádi címere zászlóval valahol a világban, vagy akár Európa bármelyik országában részt vesz egy versenyen, és ott minket, a bonyhádiakat képvisel. Akár az eredménytől függetlenül is szerintem ez egy hatalmas öröm, ha pedig dobogos helyeket érnek el, az még nagyobb büszkeséggel tölthet el mindenkit. Úgyhogy szerintem ez egy szép hagyomány, évről évre megtesszük ezt, bízom benne, hogy így lesz a jövőben is. Az önkormányzat intézményi szinten segíti és támogatja a sportot a létesítmények fenntartásával és üzemeltetésével. Azzal a támogatási rendszerrel, amit az önkormányzat a költségvetéséből évről évre biztosít a városi sport egyesületeinek. Azt gondolom, hogy szégyenkezésre nincs okunk, az eddigiekben is nagyon jelentős mértékű támogatásban részesülhettek ezek a sportegyesületek, és bízom benne, látva már itt vagyunk az év végén, hogy hogyan fogunk fordulni a következő évre, milyen tartalékaink vannak, hogy jövőre sem lesz akadálya a város önkormányzati támogatásának, a sportegyesületek működésének, tehát bízom benne, hogy a jövő évi költségvetésben legalább olyan mértékű finanszírozásban tudjuk részesíteni az itt működő sportegyesületeket. Mindenkinek szívből gratuláltam, és a diakhoz is, hiszen ilyenkor mindig egy kisebb, nagyobb, értékesebb ajándékokkal díjazzuk a kiváló eredményért elért sportolóinkat. Az idei röplabdás bajnokokat Máté Norbert készítette fel. A Petőfi Gimnáziumban röplabda sportágban lettünk kiemelve, és strandröplabda iskolai világbajnokságon vettünk részt. Homokor zajlottak a versenyek, és két sportágban indultunk. Az egyik egy női U15-ös, a másik pedig egy fiú U15-ös csapattal. 8. és 10. helyezést értünk el. A teremszezon mellett nagyon korán el kellett kezdjünk Homokon is készülni rá. A gyerekek lelkesen vetették bele magukat az edzésekbe is, és így sikerült elérni ezt a 8. és 10. helyezést. Büszke vagyok rájuk, az nagyon fontos, hogy azt lehet látni, hogy edzéseken megtesznek mindig mindent, hol terembe, hol Homokon készülünk, szeretnének fejlődni, és egyre jobban évről évre látszik a fejlődés náluk. Sok jó tanuló diákunk van, akiknél ugyanúgy hajtja őket, motiválja őket a tanulmányi siker, mint a sportsiker. Ez általában nagyon jó kombináció, hogyha olyan akaraterő buzog bennük, ami mind a tanulásnál, mind a sportnál szükségeltetik. És zömében a diákjaink zömére mind a kettő igaz, hogy mind a két helyen helyt szeretnének állni. A jövőre nézve szeretnék, ha a röplabda népszerűbbé válna, minél többen megszeretnék ezt a sportot. Nagyon sokan mozogjanak, sportoljanak, és az jó a városnak, jó az iskolának is, és mindenkinek. A 10. osztályos Gál Emília nem csak a tanulásban jeleskedik, hanem a strandröplabdában is bajnoki eredményeket ért el. Terem szezon után egyből elkezdtünk gyakorolni a strandon, vagy hát Homokon, és heti volt több edzésünk is. Edzések után van időm tanulni, de mivel így a röplabda így nagyon feldobja a napomat, ezért nekem ez itt teljesen megéri. Számomra nagyon fontos így a röplabda, vagy a strandröplabda, és mindenképp szeretnék a későbbiekben is ezzel foglalkozni. A szüleim örülnek neki, hogy mozgok és sportolok, és hogy úgymond így egészségesebben élek így ezáltal, hogy ennyi sportolok. Országos bajnoki címet ért el karate sportágban Nyitrai Noel. Naponta másfél-két órát edz, a hét szinte minden napján. Következetes edzésterv alapján készült fel a versenyre, reményteli, kemény munka árán elérte azt a célt, amit kitűzött magának. Diákolimpiai bajnok vagyok, sokszoros országos bajnok, de a diákolimpiai bajnoki helyezésemre vagyok a legbüszkébb. Az idei esztendőben 21 egyéni sportoló és 4 csapat vehette át a város elismerő okleveleit a siker érdekében befektetett munkáért.
Hagyományosan idén is megszervezték ünnepélyes keretek között a karácsonyi ünnepséget a gondozási központ lakóinak. A szépkorúak színvonalas műsorral és versekkel viszonozták mindezt. Az eseményen részt vett Bonyhád város polgármestere Filóné Ferenci Bolya is. A családies eseményen kiosztásra került az Anikó díj is. Karácsonyi ünnepséget tartottak a gondozási központ ellátottjainak, ahol a szépkorúak műsorral és versekkel készültek a családias hangulatú rendezvényen. Sebestyén Orsolya intézményvezető hozzátette, az év során rengeteg élményt gyűjtöttek, amire szívesen emlékeznek az évvégi összegzés során. Amikor számba vesszük, hogy mi történik egy évben egy lezárást követően, akkor szembesülünk azzal, hogy nagyon sok programunk volt, nagyon sok rendezvényünk, nagyon sok főzés, sütés, együtt gondolkodás, ötletelés, a jó dolgoktól a kellemetlen dolgokig is, mert ugye sajnos ebben a korban a halálozási ráta azért már magasabb, és azt nagyon nehezen tudjuk mi is elfogadni, de ilyenkor csak a jóra szeretnénk emlékezni. Azt a sok programot, amit együtt a kollégáimmal közösen meg tudtunk valósítani, kivitelezni, láthattuk az időseknek a boldog arcát, hogy felszabadultak, hogy fiatalnak érzik magukat, és nem a napi problémáikról beszélnek, hanem az aktuális programról. Ezért kell, és ezért csináljuk ezt, amit teszünk. Ez egy nagyon jó érzés nekünk adni. Sokkal jobb így szeretetet adni, programot adni, mint tárgyi eszközt, mert az eltűnik, eldugják, nincs olyan varázsa, mint egy-egy megélt, közösen megélt emléknek. Mint említette, az adventi várakozásnak fontos szerepe van az intézményben. Filóné Ferenc Ibolya polgármester idén is ellátogatott a rendezvényre, ezzel is jelezve, hogy az ellátottak nincsenek egyedül. Mindig nagy örömmel fogadom el a gondozási központ évzáró karácsonyi ünnepségének a meghívását, mert ebben a rohanó világban, ami pont nem arról szól, amiről kellene az advent időszak, egy polgármester legkevésbé teheti meg azt, hogy elcsendesül, nagyon sok program van, nagyon sok esemény, amin részt kell venni, amin hely kell lenni, és miközben minden napokon dolgozunk a hivatalba, nagy számos feladat van, amit ilyenkor is el kell végezni, de ez az az ünnepség, amikor egy picit van arra idő, hogy az ember lecsendesedik, odafigyel a másikra, az idősekkel együtt lenni mindig nagyon jó, hiszen tőlük nagyon sok szeretetet kap az ember, nem csak ezen az alkalommal, hanem valamennyi programon, amit közösen együtt részt tudunk venni. Nagyon örülök annak, hogy az év során nem ez volt az első, amikor találkozhattam velük, hiszen nagyon gazdag, programokban gazdag és örömökben, élményekben gazdag évet zárt ez az intézmény. Több programnak én is részese lehettem, úgyhogy szívből gratulálok az intézmény valamennyi dolgozójának, hogy a munkájukat valóban hivatásként végzik, és hogy nem a fizetés arányos az, amit ők nyújtanak, hiszen a megbecsülésük sajnos messze elmarad attól, amilyen munkát ők végeznek. A szép hagyományt folytatva a Bonyhádi Gondozási Központ karácsonyi ünnepségén adta át az Ámrány család az Anikó díjat, amivel 2018 óta az év szociális gondozójának és ápolójának mondanak köszönetet. Idén Korondi Csabáné részesült az elismerésben. Én nagyon szeretem ezt a szakmát, szeretek az idősekkel foglalkozni, és hát segíteni szeretek rajtuk. Valakinek csak lelki gondjai vannak, valakinek mentális, fizikai, tehát itt minden nap más, és minden idős más. Hát az az igazság, hogy nálunk nincs lehetetlen, tehát vannak itt mindig különböző féle kliensek, nyilván akik nehezebbek és könnyebbek, mi mindig megpróbáljuk a nehezebbet is megközelíteni és segíteni rajtuk. És talán ezért, mert nem félünk az új dolgoktól és a kihívásoktól. Kiemelt figyelmet fordítanak a szépkorúak testi és lelki egészségére, amit változatos programokkal biztosítanak. Idén is megrendezték a jótékonysági adventi hangversenyt Bonyhádon. Az érdeklődőkkel megtelt templomban a meghívott kórusok különböző karácsonyi műsorokat adtak elő az est folyamán. Yeah.
Széchenyi István általános iskola gyermekkórusának a dala csendült fel a katolikus templomban. A kórusvezető szerint az adventi időszak nem csak a karácsonyi hangolódásról szól, hanem mások támogatásáról és segítéséről. A mai rendezvényen 8 műsorszámmal készült a Vörös Marti Mihály Kulturális Központ rendezősége, és a mai rendezvényen befolyt összeggel szeretnék támogatni a Bonyhádi Gondozási Központot. Város, ahol sokszor oly kevés a fény. Város, ahol láttál már, hadd mondjam, Bartók Béla Alapművészeti Iskola magánének tanszakának szólistái, és a minden évben meghívott különböző kórusok énekesei fognak karácsonyi műsorszámokkal kedveskedni az itt megjelenteknek. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ez az időszak, amikor jön a karácsony, hiszen ez a szeretetről szól, az összetartozásról. Ez egy ilyen lélekfelemelő esemény minden évben, és azt gondolom, hogy amikor ennek így vége van, akkor mindenki olyan hangulatban tér haza, hogy rá tud hangolódni az ünnepekre. Mi a Bonyhádi Általános Iskola gyermekkórusát képviseljük, és mi egy karácsonyi összeállítással készültünk, 3 ismert karácsonyi dalból állítottunk össze egy csokrot, és azt fogjuk előadni. Zongorán kísér kollégám Ömböli Péter, és 42 gyerekkel fogunk fellépni. Gál Martin Elvira elmondta, kiemelkedően fontos számukra, hogy ebben az időszakban is segítsenek az időseknek és az elesetteknek. A hangversenyen összegyűjt felajánlásokat a Bonyhádi Gondozási Központ idősek otthonának adományozzák. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!